Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A műsor végén egy kis felüdülés a Kecskeméti Katona József Színház ifjú színművésze Dobó Enikő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Azért mondtam azt, hogy felüdülés, mert amikor az ember egy picit próbál tájékozódni, hogy mi mindent csinál, akkor azt érzi, hogy lubickol ebben a szerepben. Hányféle műfajban játszik? Miket játszott az elmúlt évadban, vagy azelőtt? Mert hogy összesen 2 évad van hivatalosan ön mögött? Nem, végzés igazából óta már 14-ben végeztem, tehát akkor így 4. Aha, igen a 14-et igen, csak rosszul adtam két, össze. Két év gyakorlatom is volt, tehát 6 éve vagyok úgymond színpadon. Az utóbbi évadom ugyanúgy, mint a többi, nagyon-nagyon kalandos volt, és főleg, amit kiemelnék, az a Csárdás királynő, amit Béres Attila rendezett, hogy 26 évesen eljátszhattam Szilvia szerepét, az egy akkora ajándék az élettől, amiért így örökké hálás leszek. Ugyanilyen volt 25 évesen a Vőlegény, Szépernő Vőlegény című darabjában Kornél szerepe, ráadásul ő pont 25 éves is az írott darabban. Akkor nem véletlenül mondtam azt, hogy lubickol a különböző szerepkörökben, meg különböző műfajok között, igen. Műfajok között. Igen, van itt dráma, meseelőadás. Melyik a legjobb? Operet. Ez egy nagyon jó kérdés. Én még nem szeretnék választani. Azt hiszem, mivel hogy prózai szakon végeztem, így olyan meglepő, hogy ettől függetlenül zenés vonalba is el tudtam indulni, és a színház észrevette ezt a fajta tehetséget. Ez hogy kezdődött? Mert nyilván megmutatta magát vizsgaerőadásokon, mindenféle műfajban, ott szúrták ki, hogy önnek van egy ilyen vénája, vagy később, amikor már a társulat tagja volt. Igazából vizsgaelőadásként a 12 dühös embert vittük a Színtár Fesztiválra Kecskemétre. Ez messze nem operett. Az nem az. Viszont akkoriban volt egy zenekarunk, ez az Alaksor című zenekar, vagy nevű zenekar volt, amivel még a mai napig szoktunk búcsúkoncerteket tartani, mint az Omega Mindenében. Sok-sok búcsúkoncert. Igen, visszatérünk, hogy elbúcsúzzunk. És azt hallotta a művészeti vezetőnk, Récei Tamás. És akkor így Cseke Péterrel együtt összetették ezt a két a látottak alapján, hogy igen, akkor ez a lány prózában is, igen, és zenében is. Mindenre lehet használni. Az első bemutatóm az a Hangyaboly volt, Kafka Margit Hangyaboly című darabja, és abban már kellett énekelnem egy picit, egy kis liturgikus dalt. És azért abból is ki lehet szűrni, hogy jó, akkor hallottuk könnyű zenében, de ez most már inkább egy komolyabb műfaj, klasszikusabb vonal. Na, de Kafka Margittól a Csárdás királynőig azért nagyon nagy az út, és nagyon igen. Nagy a távolság. Igen, következő évadban megkínáltak a Marica grófnőben Liza szerepével, az volt az első szubrett szerepem, operetben, és hát úgy látszik, hogy jól sikerült. Jól mozgott ebben is a színpadon, és akkor jöhetett a Csárdás királynő. Igen, 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 Kálmán Imrétől, mert több darabban mindjárt beszélünk a folytatásról is, erről a Kálmán Imre vonalról, de azért engem tényleg érdekel, hogy ennyire fiatalon ilyen sok műfajt kipróbálva az ember hogy viseli a sikert, mert azért a Csárdás királynő egy elég hangos siker volt, nem? Igen. Nem csak Kecskeméten, hanem országosan. Igen, és majd megyünk is a Vidéki Színházak Fesztiváljára ősszel, mert most voltunk Poszton is, és ott a legjobb mellékszereplő díját megkapta a szakmai zsűritől Szemenyei János. Tehát, hogy még díjat is hozhatott a színházunk. Erre a kérdésre nem nagyon tudok válaszolni, mert szerintem ez persze megéri az ember egy-egy előadás után, és olyan csodálatos maga az a folyamat, ha kialakul színész és közönség, vagy társulat és közönség között az a kémia, amitől működik ez a gépezet oda-vissza. Van olyan, amikor nem. De hogyha az megszületik, az első percben lehet ezt érezni, amint kiáll az ember, benne van a levegőben az a vibrálás. De mert hogy díjazzák. Igen. Díjazzák, tehát jön a visszajelzés kollégáktól is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, nem? Fontos az, hogy a szakma visszajelezze azt, hogy hol tartunk ezen a pályán, hogy haladunk előre, vagy hogy minőségje az, amit képviselünk, jó irányba megyünk. De engem ezek nem igazán érdekelnek, ha lehetek őszinte, és szeretnék az lenni. Tehát az érdekli, hogy belül elégedett legyen? Igen, vagy kapjon az, hogy boldog legyek ebben.
Tehát, hogy megérje az, hogy kiálljak esténként, és adjak valamit, és legyen befogadó fél. Egyre többször ezt már majd nem a kecskeméti színpadon teszi meg, mert hogy a következő produkció, ami miatt egyébként hívtuk, és ami miatt mégiscsak azt kell mondanom, hogy primadonna lép majd a színpadra, az egy következő Kálmán Imre darab, amit Miskolcon már bemutattak. Még nem, a házi főpróbája volt csak meg. Hivatalosan szeptemberben lesz ott bemutatva. De az biztos, hogy előtte itt Budapesten a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz egy nagyon látványosnak ígérkező premier. Tudna mondani kulisszatitkokat erről a bemutatóról? Mert engem például lenyűgöz így látatlanban, hogy a Fővárosi Nagy Cirkusz művészei veszik majd körül, és ott fognak légtornászkodni, meg nem tudom, mit fognak még csinálni. Igen, ez egy érdekes koprodukció. Mi nem sok számot láttunk még ebből. Párat már igen, mert már volt rá próbánk, majd a Szigeten tudjuk velük is kipróbálni ezt a helyzetet, hogy én sem láttam, szóval én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fognak előrukkolni. Mert hogy a cirkuszhercegnőt mutatják be, tehát igen, ez egy ugye, artista cirkusz világ. Elmaradt, ugye, igen. De hogy mire összeáll az előadás, addigra tényleg ott fognak ugrálni, légtornászkodni az ön feje fölött? Igen, kötéltánc, minden, amit el tud képzelni az ember, igen. Pont nem szeretném lelőni, mert már majdnem lelőttem valamit, de nem, ez legyen meglepetés, az biztos, hogy ott lesznek ezek az artisták, és még kutyák is lesznek. Uha. Az azért is fontos, mert van egy Rozé nevű... Van egy kis kutyám, igen. Saját? Igen, igen. Na, ő nem lesz ott, vagy hát az öltözőben valószínűleg várni fogja. Viszi magával mindenhová? Mindenhová, most is ott volt velem Miskolcon a próba folyamat alatt. Na, kár, hogy ide nem hozta el, nem. Tényleg? Kicsit megsimogattuk volna. Tessék, Rozé. Én ezt tudom. Na jó, akkor beszéljünk tényleg az előadásról, a cirkuszhercegnőről, aki nem ismeri, pedig az egyik legismertebb Kálmán Imre operett, annak mit mondaná erről? Hát ugye a Marica grófnő és a Csárdás királynő mellett szerintem ez így a harmadik. És talán a zenei anyagát tekintve nekem ez a legkedvesebb. Nem is a Csárdás királynő, pedig azt már közel 50-szer játszottuk. Mert nagyobb kihívás? Igen, sokkal nagyobb kihívás, tehát hosszú felkészülést igényelt, és még igényel is, mert a bemutatóig is folyamatosan korrepetíciókat veszünk Miller Zoltánnal, ő a partnerem benne, ő Mr. X az előadásban. És hát ezt az előadást Szabó Máté rendezte. Mr. X egy állatos tagja, igen, ugye ennek a... ő egy artista, egy cirkuszartista. Igen, akinek van egy különleges száma. Ez is egy ilyen világszenzáció, hogy ő hegedülés után a magasból leugrik, és talpra érkezik, reményeink szerint. Ezt nem fogjuk látni. Halálosan szerelmes Fedórába. Fedórába, igen, akit ő már régről ismer, de Fedóra nem látta őt. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy 6 évvel ezelőtt látta mondjuk egy bában messziről. És halálosan beleszeretett. Igen, és akkor most újra találkoznak Szentpéterváron, mert a cár hazarendelte Párizsból Fedórát, aki megözvegyült időközben. És minden áron szeretnék férjhez adni, hogy a birtokai azok ugyanúgy orosz kézen maradjanak. De... tehát ő egy tényleges hercegnő. Igen, igen, ő egy hercegnő. Ez azért nagyon távoli világ, az arisztokrácia, meg a cirkusz világa. Hatalmas a különbség, igen, de szerencsére, ahogy ez lenni szokott, ez egy nem lesz akadály. Igen, Fedórát egyáltalán nem értekli, hogy a cár mit szeretne, és ez az önkényes uralom, ez teljesen hidegen hagyja, ő ehhez mérten egy igazán emancipált nő, de hát nem fog behúdolni a cárnak. Olyan, mint ön? Igen. És remélem, tehát, mint ön. De, igen, igen, hát nem akartam mondani. Igen. De igen, tehát egy ilyen karakán. Karakán nő nagyon, nő. És ki is kéri magának, és könnyedén szembeszáll bárkivel. Mert ugye van itt is cselszövő, egy intrikus, Szergiusz ez az illető, Harsányi Attila játsza, és csodálatos alakítás, szerintem én már most ezt tudom mondani, már ezért érdemes eljönni, mert tényleg zseniális színészt ismertem meg a személyében, sokat lehet tőle tanulni, és... hát Miller Zoltán sem most jött le a...
A falvédő. Hát igen, már, igen ez egy kicsit csúnyára sikerült, de hogy szóval már sokat bizonyított a színpadokon. Pontosan. Ezt akartam mondani. Nagyon-nagyon jó partnerű is. Tanítja önt? Vagy inkább tanítani csak nem, inkább nem együttműködünk, uh-huh. Igen. Nem is nagyon tud egy primadonnának mit, tehát egészen más a kettő. Ez egy női szerep, az meg egy... Hát nem, csak színpadi trükköket, mozgásokat, nem kell, mert nem kell, mert túl van ezen. A Bon Vivant és a nem mondanám, de a Bon Vivant primadonna az inkább egy ilyen visszafogottabb szerepkör, tehát nem annyira technikás, mint a szubrett táncos komikus. Uh-huh. Nekünk inkább arra kell figyelnünk, hogy nagyon mélyről építkezzünk, és nagyon... Hát az éneklés a fő vonal, ugye, hogy gyönyörűen előadjuk ezeket a dalokat, és az, hogy a szerelmet azt meg tudjuk mutatni, hogy szülessen meg ez a kémia köztünk is. Ugyanúgy ugye van egy váltója neki is, ahogy nekem uh-huh. is, nekem Eperjes Érika, neki pedig Szűcs Artúr. Mert hogy két napon mutatják be, és akkor nem egy... Mi 20-án leszünk, július 20-án, lesz a... ő pedig 21-én. És amikor majd ősztől Miskolcon... Váltva. Akkor is váltva. Össze-vissza, mindenki aha. mindenkivel. Hát igen, akkor nem lesz egyszerű az élete... Kecskemét, Miskolc, Budapest. Hát, meg Budapest, igen, mert hogyha jól olvasom, akkor szinkronizál igen. is. Meg, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinál, így hirtelen beindultak a dolgok. Én tudatosan indítottam be egyébként. Például ezt a szinkront, ezt én találtam ki. Három évig kopogtattam hiába. Aha. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez akkor hogy megy, hogy én bejelentkezek? Hogy szeretnék jönni? Szinkronizálni? Mm-hmm. Igen. Nálam ez így működött, hogy én egy gyártásvezetőt hívogattam évről évre. Volt, hogy bementem a stúdióba, felírták a telefonszámomat, aha. de nem hívtak, és három évvel később kifakadtam, hogy árulj el valaki, hogy ide tényleg ide be kell születni ebbe a világba, vagy hogy a francba lehet ezt elkezdeni, ha az ember szeretné, és nincsen összeköttetése, mert a színművészetiseknek, mert én Kaposváron végeztem, aha. pestieknek van ilyen kurzusuk, és akkor ők automatikusan könnyebben, igen. Na, ez nekem tetszik, hogy ilyen bátor és kezdeményező. De azért két mondatot mondjunk, mert lejárt a műsoridőnk erről a nyári fesztiválról, aminek keretében majd a szabadtéri színpadon bemutatják ezt a Kálmán Imre operettet. Tehát akkor pontosan mikor lesz? Önök július... Július 20-án pénteken leszünk este 8-kor a Margit szigeti szabadtéri színpadon, és mindenkit szeretettel várunk. És a másik előadás pedig? A másik előadás másnap lesz szombaton, de az egy másik szereposztásban. Másik szereposztásban. Igen. És akkor ez a térszín produkció, igen. meg a Fővárosi Nagy Cirkusz. És a Miskolci Nemzeti Színház koprodukciója. És akkor Miskolcon mikor folytatódik? Szeptember? Miskolcon pedig szeptember 21-én lesz, azt hiszem, a várható premiér. Na hát akkor, aki Dobó Enikőre kíváncsi, ezek közül, a helyszínek közül válogathat egyelőre, és hát gondolom, hogy Kecskeméten is folytatódik. Mi így lesz van. A következő évad? A következő bemutatom Goldoni Nyaralás című darabja lesz, hát Rusznyák Gábor rendezésében. Megint egy másik műfaj. Enikő, nagyon szépen köszönjük, további sikereket kívánunk, és ígérjük, hogy csábítjuk a nézőket erre a szabadtéri színpadi előadásra is. Kedves nézőink, köszönjük szépen az egész reggeli figyelmüket, viszontlátásra.